Hernádi Bernadett Zsuzsanna vagyok. Pár éve kezdtünk el Bernát-hegyiekkel foglalkozni, mert mindig szerettem volna egy nagytestű, nagyszőrű, óriási kutyát, és a férjem vett nekem egy Bernát-hegyit. Azonnal szerelmesek lettünk mindketten a fajtába, és elhatároztuk, hogy azt szeretnénk elérni, hogy még az unokáinknak is lehessenek ilyen gyönyörű kutyái. Így nagyon-nagyon sokat tanultunk a fajtáról, és elkezdtük őket tenyészteni. A Bernát-hegyi fajta története a 11. századra nyúlik vissza, amikor ahhoz a főesperese nyugtázta, hogy rengeteg fosztogató bántalmazza az arra utazókat, és szükségük lenne egy menedékházra. És csináltak egy menedékházat, ahol szerzetesek dolgoztak, és már az elejétől kezdve voltak nekik kutyáik. Viszont a Szent Bernát-hegyi kutyát, amit már Szent Bernát-hegyi kutyának hívtak, a Bernát-hegyi kutyát, először ugye az 1600-as évek környékén Valléból kaptak néhány nagy testű kutyát, az alpesi masztifot, és ebből kezdték el határozottan kitenyészteni a Szent Bernát-hegyi kutyát. Eredetileg őrzővédő feladatokra használták a kutyáikat, és olyan kutyákat válogattak, amelyek mind nagyon jó idegrendszerűek, nagy testűek, és amik jól bírják a hideget. Na most ezeket a kutyákat rengetegféle dologra kipróbálták. A nagy testű kutyák jellegzetessége miatt, hogy kitartóak és nagyon erősek, még a hússütőnyását is megforgatták velük, hogy hát ha arra lesznek alkalmasak. Viszont sokkal hamarabb kiderült az, hogy nagyon-nagyon jó a szaglásuk, és megtalálják a hóban rekedt, bajba jutott utazókat. Így aztán elkezdték őket használni arra, hogy felkutassák azokat a lavina alá csúszott utazókat, vagy olyan jégbarlangokba zárt embereket, akiket más módszerekkel nem találtak volna meg. A kutyák mindig párban jártak, két kutya ment, az egyik kutya az, amikor találtak egy ilyen utazót, akkor az egyik kutya ott maradt, és a testével melegítette az utazót, hogy ne fagyjon meg, míg a másik kutya visszament a menedékházba, a kolostorba, és hozott nekik segítséget. A leghíresebb kutya az Barry volt, a leghíresebb Szent Bernát egyik kutya. Ő 40 ember életet mentett meg körülbelül, és ezek közül is a leghíresebb története az, amikor egy kisfiút mentett meg. A kisfiú becsúszott egy jégbarlangba, ahová nem nagyon tudtak utána menni, és egészen addig, amíg meg nem érkeztek a mentőcsapatok, ő melegen tartotta a kisfiút. És sajnos nyugtázták, hogy ők nem tudják kihozni, mert annyira szűk a járat, hogy nem tudnak felmenni a kisfiúért, ezért Barry megengedte a kisfiúnak, hogy a hátába kapaszkodjon, és kihozta a jégfal fogságából. Barry emlékére a mai napig a Szent Bernát hágon él egy Barry nevű kutya, mindig van egy darab Barry, az ő emlékét őrizendő a Hős Bernát hegyét. Barry a kolostorban 12 évet szolgált, és 2 év nyugdíj után szépen csendesen elaludt. Ma mindenki úgy képzeli el a Bernát-hegyit, hogy van egy gyumos hordó a nyakában, és azt gondolják az emberek, hogy ők mindig rumos hordóval a nyakukban mentek menteni, és azért volt a hordó a nyakukban, egy kis rumot, egy kis lélekmelegítőt adjanak az utazóknak. Hát ez sajnos nem igaz. A hordót azt Edwin Lanziernak köszönhetjük, aki egy korabeli híres festőművész volt, és nagyon népszerű festő volt, rettentő sok állatos képet festett, ma is nagyon látványosak a képei. Akkoriban az egyik tudománya az volt, hogy egyszerre két kézzel tudott festeni, például egyik kezével festette a ló fejét, másikkal a farkát, és ilyen kunsztokat mutatott be a közönségének, nagyon népszerű volt. És ő ellátogatott Svájcba, és meglátta ezt a kutyát, azonnal szerelembe esett ezzel a kutyával, és készített róla egy képet, ahogyan a kutya menti a bajba jutott utazót. És ahogy menti, oda belekerült egy hordó a kutya nyakába. Senki sem tudja, hogy ez a népszerű festő vajon azért csinálta ezt, mert egy brandis cégnek akart reklámot kielteni, vagy miért csinálta. Minden esetre az embereknek rögtön megtetszett, és azóta a Bernát-hegyitől elválasztatatlan az ő rumos hordója. A fajta standard a 19. században alakult ki, akkor rögzítették először, majd utána nem sokkal, pár évvel később megalakult az első Szent Bernát-hegyi klub is Svájcban, az anyaországban, a fajtát adó országban. Ők állították fel az első standardet. Ez a standard, ez folyamatosan változik, a legutolsó változat 2006-ból való, amely mai napig olvasható az FCI honlapján. Nagyon sokat változott a fajta az idők folyamán, ami viszont állandó, hogy egy kedves,
barátságos, nagy testű, kitűnő idegrendszerű családi kutya. Egy mentőkutya. Bár meséltem nektek Barryről, aki a világ szerintünk leghíresebb kutyája, de igazából nem megfelejthetjük el, hogy a leges-leges leghíresebb kutya a 92-es filmsztár Beethoven. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Beethoven az nem egy kutya volt, mi azt szoktuk játszani a film közepén, hogy ki hány kutyát ismer fel a filmben, ugyanis rengeteg kutyával forgattak. Közel 30-40 kutya van benne. Minden kiállításon van valaki, aki kiabál nekem, hogy Beethoven, imádjuk. Azonnal imádjuk. Jöhet, és jöhet velük játszani. A Bernáthegyi egy nagy testű, óriás testű fajta, amely kitűnő idegrendszerrel rendelkezik. Manapság leginkább családi kutyaként használják, sőt, vannak egyes kutatások, illetve próbálkozások arra, hogy terápiás kutyaként használják, ugyanis a Bernáthegyinek van egy olyan tulajdonsága, hogy kifejezetten érzékeny a füle a hangos zajokra. Tehát, hogyha valami hanghatás éri, valami erős zaj éri, akkor ő megpróbálja a saját testével lenyugtatni az embert. Ezért használják, például Amerikában van 2 darab terápiás Bernáthegyi, akit arra használnak, hogy egy-egy nagyobb krízis, mondjuk ilyen katasztrófa helyzet esetén megnyugtassa az embereket. Ilyenkor ők oda mennek, és az bizonyított tény, hogy egy Bernáthegyi vagy egy kutya megsimogatása az csökkenti a vérnyomást. Úgyhogy a krízis helyzetben lévő embereknek jót tesz az, hogy ez a nagy testű kutya oda megy, és egy nagy testű kutyát az ember rögtön azonnal a szívébe fogad, talán egy ilyen jóindulatú, nagyon kedves állatot, és ahogy megsimogatja, lejjebb viszi a vérnyomást, és ezzel segít átlendülni a krízisen. A Bernáthegyi egy nagy testű, kifejezetten barátságos, őrzővédő kutya. Van benne őrzővédő jelleg még mindig. Kifejezetten barátságos és családszerető. A területét, magát abszolút kutyaként viselkedik. Tehát attól, hogy egy óriás testű, igazi nagy mackó, ettől még ugyanúgy őrködik. Igenis oda megy a kerítéshez, igenis föláll, és nem lehet tudni elsőre, aki belép, hogy mi lesz. Be fog menni és elnyalja a kutya, vagy éppen azt mondja, hogy itt és ne tovább. És ő úgy véd, hogy keresztbe rakja a testét a gazdái előtt, és úgymond egy ilyen fizikai gátat szab annak, hogy a másik a közelébe férkőzzön. Nagyon érdekes.